Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Több mint 50 országban van jelen az a cég, amelyik Kaposvár jegységét bővítette a napokban. Az új csarnokot ma adták át, és már gyártanak is benne. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a rendőrök és a polgárőrök segítik a forgalmat a tanév első napjaiban. Az iskolák környékén ügyelnek a közlekedésre. Vannak olyan diákok, akik kétszer is meghosszabbították kötelező olvasmányaik kölcsönzési idejét, így biztosan a végére értek a köteteknek. Jó estét kívánok! Ünnepélyes keretek között adták ma át a Fuse-Tec új üzemcsarnokát a Raktár utcában. A 7000 négyzetméteres egység egy részében már el is kezdődött a munka, ám a cég további fejlesztéseket is tervez. A helyszínen Kaposvár polgármestere arról is beszélt, hogy a város úgynevezett energiaközösségek létrehozásával enyhíteni az energiaválságot. Már zajlik a munka a gyártósorok mellett az új csarnokban. Jelenleg megszakító, szakaszoló kapcsolók készülnek itt. A cég 350 dolgozójának tizede kapott helyet ebben az új épületben, ahol iroda és raktár is működik. 460 négyzetméteren gyártunk már, tehát 6 hónapra az épület megvásárlásától már az első gyártás elindult. Ez a csarnok, ahol most vagyunk és az ünnepségünk volt, illetve a hátsó csarnok, erre terveink vannak. A következő 3 évben, tehát 2025-ig szeretnénk ezt az egész épületet belakni. Ehhez még majd szükségünk van egy nagyobb raktárra, amit az udvaron meg is tudunk valószínűleg valósítani. Ezt a beruházást jövőre fogjuk elkezdeni, illetve a gyártósoroknak, az ide kerülő gyártósoroknak a fejlesztésében is részt vesz már a csapatunk, termékfejlesztésekben is. Két új termék gyártását is elkezdik a következő hónapokban ebben a csarnokban, amelynek kialakítása és felszerelése 900 millió forintba került. A mai ünnepélyes átadón a csoport vezérigazgatója kiemelte, a francia székhelyű cég a világ számos pontján működtet gyárakat. 55 országban vagyunk jelen az elektromechanikában, ezek között Európában több helyen, Ázsiában és Mexikóban is dolgozunk, mondta a cégvezető. A csarnokavatón Kaposvár polgármestere Szita Károly kiemelte, a város számára különösen fontosak ezek a beruházások, mert hozzájárulnak a somogyi megyeszékhely újraiparosítási törekvéseihez. Hosszú távú céljaink vannak, a teljes foglalkoztatottság mellett a másik célunk az, hogy a kaposváriak munkavére is emelkedjen. A polgármester arról is beszélt, a jelenleg fennálló energiaválságot többféle módon igyekszik leküzdeni a város. Kaposvár most úgynevezett energiaközösségeket hoz létre, aminek céges tagjai közösen olcsóbban juthatnak majd az energiához. A rendőrség és a polgárőrség is felkészült a tanév kezdése. Az iskolák és óvodák környékének forgalom irányításában holnaptól mindkét szervezet részt vesz. Az egyenruhások azt mondják, a legfontosabb a biztonság. Iskolások helyett most egy hölgyet kísért át az úttesten ez a polgárőr. Lackovics Zoltán tanévkezdéskor immáron csak nem 2 évtizede teljesít szolgálatot a Kisfaludi utcában. Nagyon szeretem a munkát, meg az a lényeg, hogy a gyerekek biztonságban érjenek haza. Ez a legfontosabb, nekem már 19 éve. Ezen a helyszínen kívül még a Berzsenyi és a Kodály iskoláknál lesznek polgárőrök az iskolába igyekvő szülők és gyermekek segítésére. A rendőrségi együttműködésnek és a városi együttműködésnek megfelelően biztosítják reggel 7-től 8 óráig a gyermekek bejutását az iskolába. Egy kicsit feszített a dolog, mert a polgárőreink is dolgoznak, így elég nehéz a váltásokat megoldani. Idősebb kollégák besegítésével tudjuk megcsinálni. A polgárőrökön kívül a rendőrség is felkészült a tanévkezdésre. A közlekedésen kívül abban is segítenek, hogy a gyerekek ne váljanak bűncselekmény áldozatává, esetleg elkövetővé. Az útra való programot is indítjuk 7. osztályosoknak. Ennek pontosan az a célja, hogy a gyerekek a 14. életkor betöltése előtt tisztában legyenek azzal, hogy 14 éves kortól büntethető valaki, és vállalnia kell a tetteik következményét. Ezen túlmenően a szülők figyelmét is szeretnénk felhívni, tehát ha lehetséges szülőértekezletekre is szeretnénk elmenni. Itt elmondanánk nekik, hogy az internet veszélyeivel kapcsolatban ők maguk mit tehetnek, ők is legyenek képbe, képezzék magukat, beszélgessenek a gyerekekről, az internetről, az internetes szabályokról.
A tanévben tovább folytatódik az úgynevezett DADA és az ellenszer program is. Ezek a többi között a drogokról, az iskolai bántalmazásról és az erőszakról is szólnak a fiatalok nyelvén. A tanévkezdés miatti forgalom növekedésre hívja fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit ZRT is. A társaság egy mai közleményében azt írja, nem csak az iskolák környékén, hanem várhatóan valamennyi nagyobb városba, településre vezető úton megnövekszik majd a forgalom a nyári időszakhoz képest, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakokban. A közútkezelő éppen ezért minden autóst arra kér, hogy időben induljon útnak, és a balesetek elkerülése érdekében ne rutin, hanem fokozott körültekintéssel vezessen. Fontos ügyelni az út és látási viszonyokra is. Megkezdődik a nevelési év a legkisebbeknél is. Kaposváron 5 bölcsőde 24 csoportjában várják a gyermekeket. Idén az előzetes jelzések szerint 251 kicsi veszi igénybe az ellátást, az ő beszoktatásuk folyamatos. Az óvodát az idei nevelési évben 102 csoportban 2077 óvis kezdi meg a Somogyi megye székhelyen. A folyamatos beszoktatás végén pedig összesen 2200-ra nő ez a szám. Mind a bölcsődei, mind az óvodai létszám az előző évvel nagyjából megegyezik. Egy plusz óvoda is nyílt nemrég a városban, a katolikus egyház fenntartásában. A napokban várható a palagfű pollen szezon tetőzése, közölte ma a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A szervezet tájékoztatása szerint helyenként akár extrém magas is lehet a gyomnövény virágporának koncentrációja. A helyzetet a megerősödő szél is rontja, miközben azon az átmeneti záporok sem enyhítenek számottevően. Az allergiások gyakori hajmosással, nedves portöléssel, a ruhák beltéri szárításával, maszkviseléssel és kora reggeli vagy esti szellőztetéssel csökkenthetik tüneteiket. 4 új játékossal erősített a nyáron a KVK. A kaposvári vízilabda klub új igazolásait ma mutatták be. Nem sokára megtudhatják, kik érkeztek a csapathoz. Idén is rendkívül népszerűek voltak a kötelező olvasmányok a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. A nyáron Fésűs Éva, Budó László, Fekete István, Molnár Ferenc és Gárdonyi Géza műveit keresték leginkább a diákok. Nagyon sok kötelező olvasmányt kerestek a nyáron is. Vannak egészen klasszikusok, mint például az Egri csillagok. Ez abszolút a klasszikus. Sok diák megfordult a nyári szünetben a Takács Gyula megyei és városi könyvtárban, hogy kikölcsönözzék kötelező olvasmányukat. Az alsós tagozatos gyerekek körében is népszerűek voltak ezek a kötetek. A kicsiknek nagyon jó kis kötelező olvasmányaik vannak. Például Fésűs Éva nénitől az Ezüst hegedűből kellett meséket választani, vagy a Csupafülből, aztán Bodó Béla Brumi a Balatonon, amiből kellett után rendelnünk, mert eddig az nem volt kötelező olvasmány, nem keresték. Aztán Fekete István Bogáncs kötete, az is nagyon felkapott lett kötelező olvasmányként. Molnár Ferenc örökzöld ifjúsági regényét is sok ötödikesnek kellett elolvasnia. Nyáron a Palicai fiúkat kiolvastam, és annyira tetszett, hogy naplót is írtam róla, és nagyon szeretek olvasni. 6. osztályban pedig Gárdonyi Géza klasszikusa volt a nyári kötelező. 6. osztályban megyek, és a nyáron az Egri csillagokat kellett elolvasni, ami egy nagyon hosszú regény, 525 oldal. A szülők többsége már júliusban kikölcsönözte a könyveket, hogy legyen idő kényelmesen elolvasni azokat. A két ingyenes hosszabbítási lehetőséggel is sokan éltek. Szeptember 5-től, vagyis jövő hétfőtől ugyanakkor változik a Takács Gyula könyvtár központi épületének nyitvatartása. A Honvéd utcai Fiók könyvtár, vagyis a Petőfi Sándor emlékkönyvtár viszont továbbra is a megszokott rendben várja az olvasókat. Az intézmény arra is felhívja a figyelmet, hogy a Csokonai utcai egység hátsó bejáratánál a kölcsönző automata szolgáltatása továbbra is a nap 24 órájában elérhető. Ennek használatához mindössze az olvasójegyre, egy PIN-kódra, esetleg egy okostelefonos applikációra van szükség. Tematikus nyárbúcsúztató tartottak a hétvégén a kaposvári Bíborligetben. A Kisgáti Városrész bevásárlóközpontjánál kialakított kalandparkban a többi között autóversenyzés, ügyességi játékok, hintaingák és sok-sok finomság várta az érdeklődőket.
Alig egy évvel ezelőtt adták át a kaposvári S-parkhoz szervesen kapcsolódó pihenő övezetet, és már szinte egész nyáron egymást érték ott a családi programok. Legutóbb az iskolába, óvodába készülő gyerekeknek kedveskedtek a szervezők. A kalandparkban ügyességi játékok, autóverseny és pattogatott kukorica is várta a résztvevőket. Nagyon jó, nagyon gyerekbarát, kicsit lehetne több árnyék, de gyerekek nagyon élvezik, meg mi is. A létesítmény építése során fontos szempont volt megtalálni azt a hiánypótló elemet, amit a ki nem használt területekre be tudnak építeni. A Bíborliget ötlete pedig minden kaposvári családnak plusz élményt nyújthat a rutinszerű bevásárlások mellett, tudtuk meg a cég marketing vezetőjétől. Nekünk az volt az elképzelésünk, amikor az S-Park bevásárlóparkot megalkottuk, hogy a bevásárláson kívül próbáljunk valami többet is kínálni a vásárlóink részére, és ekkor döntöttünk úgy, hogy a kihasználatlan és korábban még beépítetlen területet egy Bíborliget elnevezésű parkkal, illetve egy EU-kompatibilis játszótérrel fogjuk kiegészíteni. A Bíborliget programjai tovább folytatódnak, ősszel például egy kutyagazdi fotózást is terveznek a kalandparkban. 25. alkalommal szervezik meg a Kisvasút napját szombaton Balatonfenyvesen. A központi állomás mellett lesznek programok Somogyszentpálon és Buzsákon is. A MÁV tájékoztatása szerint könyvbemutató, hajtányozás, műhelylátogatás, kiállítás és kirakodó vásár is várja majd az érdeklődőket. Véradás is lesz, és fellépnek a helybéli nyugdíjas egyesület tagjai is. A nemrég teljes vonalán felújított Balatonfenyvesi kisvasút 70 éve szállítja az utasokat. Tavaly 100 000-en váltottak jegyet valamelyik menetrendi járatra. A berekben kanyargó szerelvényekről a látogatók felfedezhetik a térség gazdag növényi és állatvilágát, valamint a híres fehérvízi lápot, ahol számos vonuló madarat is meg lehet figyelni. Végezetül sport. Szezonindító sajtótájékoztatót tartott ma délelőtt a kaposvári vízilabdaklub OB1-es együttese. Az eseményen bemutatkoztak a csapat nyáron igazolt játékosai is. Negyedik hete készülnek együtt a kaposvári pólósok. A KVK nyáron igazolt játékosai a szerdai edzés előtt mutatkoztak be. Szatmári Kristóf bajnokságot és kupát is nyert már pályafutása során, a Szolnokkal pedig a Bajnokok Ligája trófeát is elhódította, legutóbb a Vasas gárdáját erősítette. Azért a Kaposvár csapata, mert sokat beszélgettem ezelőtt Lacival, hogy meghoztam ezt a döntést, felvázott egy olyan koncepciót, ami számomra nagyon tetszett, és azt gondolom, hogy most így mi négyen érkeztünk, komoly célokat tűzhetünk ki magunk elé. Én azt gondolom, hogy elsősorban a 8 közé jutást, és ha majd az sikerül, akkor utána majd szépen lassan tovább tudunk építkezni, hogy mi legyen a főbb cél. A 26 esztendős Pellei Frank nevelőegyesületétől, a Szentestől igazolt a Somogyi megye székhelyre. Látszott, hogy évre fejlődnek, ez eredményben is látszott a tabellán, és mindig előre sikerült lépniük. És mikor megkerestek, nagy örömmel fogadtam el, és nagy motivációval és nagy célokkal érkeztem. A 31 éves centerposzton bevethető Takács János az elmúlt hetekben már szintén Kaposváron jelentkezett edzésre. Élveztem. A szép napsütésben edzünk reggelente. Jó a társaság, jó a környezet. Minden adott ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni a melót, ami kell. A mindössze 19 esztendős Aranyi Attila Pécsről igazolt a KVK-hoz, ahol a felnőttek között is szeretne bizonyítani. Ez mindenképp egy nagy lehetőség nekem, és igen, nagyon sokat szeretnék fejlődni, és a csapat hasznára szeretnék lenni. Surányi László vezetőedző szerint sokat erősödött a keret a tavalyihoz képest. Szeretném, ha ezekkel a játékosokkal, akik érkeztek hozzánk és akik maradtak a tavalyi évhoz képest, tudunk fejlődni, erőre tudunk lépni. Ugye azért ez egy sok befolyásos tényező, a többi csapat, nem ismerünk még mindenkit, nem tudjuk, hogy hogy igazoltak. Én azt gondolom, hogy mi a tavalyihoz képest erősebb csapat leszünk, de hát azért itt még sok kérdés van. A somogyiak csütörtökön egy Pécs elleni mérkőzéssel folytatják a felkészülést.
rangos előkészületi tornán lépnek pályára a hétvégén a finó Kaposvár férfi extraligás röplabdázói. A Kistex kupát már harmadik alkalommal rendezi meg a fővárosi egyesület, amelyen a Debreceni és a Kazinc Balcika teszi majd teljessé a négy csapatos mezőnyt. A rekordbajnok együttes augusztus második hetében kezdte el az edzéseket az új idényre, szombaton pedig először lépnek pályára a szerb Slobodan Prakjačić nyári kinevezését követően. Főbb híreink még egyszer röviden. Több mint 50 országban van jelen az a cég, amelyik kaposvári egységét bővítette a napokban. Az új csarnokot ma adták át, és már gyártanak is benne. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a rendőrök és a polgárőrök segítik a forgalmat a tanév első napjaiban. Az iskolák környékén ügyelnek a közlekedésre. Vannak olyan diákok, akik kétszer is meghosszabbították kötelező olvasmányai kölcsönzési idejét, így biztosan a végére értek a köteteknek. Holnap este 19 órakor véget ér a kaposvári strandszezon. A virágfürdő többi részlege ugyanakkor továbbra is várja a látogatókat. További részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30-kor kulturális magazinunk, a Géniusz egy korábbi adását ismételjük meg, 8:30-tól pedig a vasárnapi református istentiszteletet nézhetik meg felvételről. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapospont után már is jön az időjárás jelentés. Egy hideg front hatására változékonyabbra, hűvösebbre fordul térségünk időjárása. Holnap többnyire erősen felhős vagy borult időnk lesz, csak néhol süthet ki rövid időre a nap. Többfelé várható eső, zápor, az északnyugati szél megerősödik. A hajnali órákra 15-17 fokig hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek általában 18-20 fok körül alakulnak. Pénteken fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb napsütés is lehet. Elszórtan előfordulhat futózápor. Kora reggel 15-17 fokot, délután 22-24 fokot mérhetünk. Aztán a hét végén és a jövő hét első napjaiban már ismét kellemes nyárias időre számíthatunk, 25 fok feletti hőmérsékletekkel. Egy-egy zápor vagy zivatar bármikor kialakulhat, de kiterjedtebb csapadék már nem valószínű. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan, az ingatlanok szakértője. Ha ingatlant keres vagy kínál, keresse a Bold Ingatlan profi csapatát.